Hello mindenkinek, sziasztok gyermekeim az urba! Tamesz bundás, kenyér és bicikli, meg minden. Laci, kösz az ötvenet, Eszti az ötvenet, hello mindenkinek, szevasztok srácok. Dani a 45-öt, Roli az ötvenet. És mi? Sziasztok, itt vagytok? Környékbe? Hasz meg. Zsuzsi, kösz a 45-öt. Az 1000 millió csillagot valaki tőlne. Úristen! De nagyon sok vagytok. De hónap van a szülinapom. Hazd meg, hónap van. Érted? De Zsombor, kösz szépen, nagyon aranyos vagy. Köszönöm. Na, srácok, még mindig nem tudtuk le ezt a témát. Tehát most ezt... Mivel fogsz máma zörögni? Pöcsömmel. A pöcsöm van. Nem olyan régen. Csúsztam a jégen, Szotyi, kösz szépen a 3 millió forintot. Hello. Gábor, kösz szépen a 100-at. Áratöppel, mert jönnek a szülinap üzik, de hónap van. Pazd meg, hónap van. Zsombor, kösz a 100-at, Laci a 25-et, Peti a 100-at. Nem tudom, hogyan kéne lezárni ezt a történetet, mert még mindig megy itt a téglázás itt a cseten. Srácok, tégla nem jön velünk valószínűleg többet. Ez van, el kell fogadni. Elmondtam 1000-szer podcastban mindenhol. Szóval, köszönöm szépen a figyelmet. Jó napot kívánok. Örhárt, kösz a 25-öt, Márk az 50-et, Laci a 25-öt, Zsombor a 100-at, Peti a 100-at, Viktor az 50-et. Úgyhogy ezt el akartam mondani, rendben? Mert itt rezegtek a cseted, erről beszélünk már másfél hónapja. Szia, hello! Hello! Erre már, azért, mert itt már megy a box. Üdv, Atya, hello, hello, kösz a 350-et! Köszönöm. Lehet, hogy minden nap szülinapom van? Haragba vagyunk-e, vagy mi a téma? Nem vagyunk haragba. Én nem érzek korrektnek pár dolgot, ennyi. És megbeszéltük, ennyi. Úgyhogy... Ez nagyon fontosnak tartottam elmondani. Ennyi. De ezt nem tudom még hány szó kell, úgyhogy... Annyi. Egy gyölebe köszön, Engesze! 99-et kösz szépen! Kösz szépen, Mihály a 30-at! Köszi szépen! Köszi szépen, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és mehetünk? Kapok egy áldást. Bőrben, csak bőrben tudok. Bőrben. Na, mehetünk? Nagyon jó a kérdés, amúgy ti is megbasználtok Zsozét. Balázs mondta ezt. Te disznó. Te disznó vagy, Bazsi. Te undi-bundi. Szégyed magad. Hogy mondhatsz ilyet? Még szűz vagyok. Szűz vagyok még! Mihály, kösz a 30-at, hello! Itt nem esik szét a kép, mint az Age of-ba. Nagyon jó. Ferenc, kösz a 3 hónapot! Faszos volt a torta? Megmondom őszintén, ettem belőle. És kicsit ilyen daráthús íze volt neki. Ilyen romlott daráthús. De valaki belenyomkodta, kurva életbe. Undorító volt. Falhoz basztam volna, bakolat leugrott volna, de megmondom őszintén, sokkal jobban esett, mint bármelyik torta, hiszen hajnal 2-ig sütött ez a 3 gyökér, ami egyszerűen már is olyan eszmei értéket pattintott neki, hogy úgy ettem, azért a világ legfinomabb tortája lett volna, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki. Na, úgyhogy ezen túl, aki nyomja itt a passágot a cseten, az megy perma, ban, geci, hello, szia. Mert elmondtam, mindent megválaszoltunk ezzel kapcsolatban, és Horuszöt kérlek, szopkodjam ki a lelkedet, hogyha van ilyen, akkor basz ki a picsába. Kösz szépen, hello, és az 1200 millió a csillag! Bár egyben! 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 Nagyon szépen kösz, és egyébként a rengeteg új szubosnak, meg mindenféle szexuális szuboknak, akik kapták itt a szubokat, azoknak
Jaj, elnézés. Nagyon szépen kösz. Az 5.30-at köszönöm már Bence. Nagyon szépen köszönöm. Szóval az új szoboknak. Megy a szipi-szopi. Hány éves vagyok? 18. 18. Elindulhatunk? Már ötök már. Egy pillanat. Hello, story lesz? Nem, ez nem story. Ez szex. Ez sokkal... Ez egy más típusú stream. Pityu, gyere be, Dick! Nem tudom, mi van nálam. Van nálam ilyen tojásos? Tojásos noki-moki? Mi a faszom történik itt? Nagy pömporgások vannak. Nagyon szépen kösz az 1002-t, az összes csillagot, srácok! Nagyon szépen köszönöm! És nagyon-nagyon sok vagytok, köszönöm szépen a rengeteg köszöntő szexüzenetet. Dick! Dick az ő elektromos muszti. Aha, nézzük már meg. Szia, Lali! Szia! Képzeld el, a Giulio folyamatosan bántalmazza engemet, és azt mondja, hogy te mondtad neki, hogy engem bántalmazol, hogy lenéz téged le, Lali. Szia, Juni! Nem viselkedik velünk embertársaival, mert a bőrszínem fejlődik. Mi? Figyelj csak ide, Juni! Az ember színe... Ne nekem kelljen befejezni a mondatot, nagyon jó. Ennek tudatában folytassad a viselkedésedet. Világosan beszéltem? Így van, te küszöbb majom, te! Mi van, te köcsök szexuális ragadozó? Mi van? Kérdezhetek valamit? Nem, mi vagy, te riporter? Nyomhatok egy zenét gyorsan? Miért? Hogy vagytok a mai napon? Azt mit megyen ez a szar? Nagyon jó ez a... Ez a izé? Hát csak egy ilyen? Jaj, de jó. Ez a nap már más, mint a többi, a rákeszi a gyomrodat. Kiszívod a faszomat. A rákette a gyomrodat. Tegnap reggel is. Nagyon szépen, köszönöm szépen. Kis faszunk. Hogy baszd meg! Ezzel mi történt? Ez mi volt? Boldog szülinapot! Azt a kurva enged! Geci! Hol az ajándékom, tranyó geci? Baszd meg! Az rendszer ne legyen már boldog a születésnapod, elég csak egyszer. Öreg, azt a kurva. Hoztam neked ajándékot. Baszd meg! Szúr az oldalam! Hoztam neked ajándékot, öreg! Na, hol vannak az ajándékot? Itt van a csomagtartónál, figyelj! Nem Marib Lajos, a faszomba egy kicsit. Azt hittem a szoknyád alól ugrik itt a pervers geci. Na nézd, figyelj! A gázba után kiakad az ilyen elektromos szarokba? Kivettem a csomagtartóba. Ból. Most ból, bal vagy be? Ból. Nyelvtambótál kettesből. Nyelvtambótál kettesből, baszd meg. És most mit csinálja? Én vagyok az ajándék. Maradj itt, légy szíves. Szia, tudom beszélni, Zsuzsó? Igen, én vagyok, megyek. Jövök. Ja, hogy azzal jó. Fogdassam meg téged. De... Giulio, ott van anyád a sarkon, hely, ott gyalogó! Madman pöncsoró. Elnézés, szia, Zsuni. Lajos. Most meghalsz, vágod? De miért vagy ilyen agressziós, Lali? Gyere ide! Ne üsd az autót, Giulio! Mi van, Tragyó? Ne meneküljél, mi van? Nem örülsz az ajándékot? Van olyan csomag, a világon van olyan csomag, amit soha nem vesznek át. Érted, Tragyó? És visszamegyen a feladóhoz. Ez az ajándék is egy olyan, amit senki se fog átmenni. Te mocskos, perverz, ragadozó geci. Nincs festék, elfogyott. Mert szopás süketi. Há? Rózsaszín! Na, vigyázzatok! Szia! Menjünk! Ezt a buzit, bazd meg! Joker, ezt valahogy le kéne vakarni, ezt a tranyót maga... Melyiket tranyót? Hát, hogy szerelmes belé... Ez a te szerelmi ügyed? Hát igen. Ezt neked kell megoldani, tudod? Én nem szólhatok csak bele. Mi az, hogy te nem szólhatsz bele, bazd meg? Mikor te bajba kerülsz... Ó, a kurva anyád, Giulio! Ezt nem tudom elhinni, bazzak, hogy ilyen létezik. Komolyan mondom. Hát de nekem jött te hátul. De ki a gecit érdekel, Juni?
Há, a cikk adják ki. Faszomat, mert nem bírsz 5 percig viselkedni. Figyelj, arra gondoltam, hogy valahogy el kéne érni, hogy a Giulióban legyen szerelmes. Mondani kell neki, hogy most a fekete új menő. Ki lövöldöz? Ez neked buzi gyerek! Ne lövöldözzetek már, addig nem a vagy nyugaton vagytok. Faszom, belevágom. Még kell lövöldözni? Na jó, figyeljetek ide, most már komolyba kell venni a figurát, mert látom, hogy meg vagytok ereszkedve, mint a nyugdíjas csöcs. Érted, bazd meg? Így van. Antal, köszön 49-et, Gerga 99-et, Benca 99-et, Zoli az 50-et, Erika fél évet, Anti, köszön 50-et, Ádi, Jocó, Peti a 85-öt, nagyon-nagyon szépen köszön. Gyere, amit most mondom neked csak. Jó. Gyere, jó. Valahol privátban négyszer. Lali, egy pillanatra tudnál jönni, ne haragudj. Igen, persze. Gyere velem, légy szíves. Valam nem akarsz beszélgetni? Gyere, Juni, gyere. Te, mégis hallhatod te is. El kell mondanom valamit, Lajos. Őszinte leszek hozzád. Így van, ez egy titok. Szereted az öreget? Jó. Én szeretem az öreget. Mennyire szereted az öreget? Én nagyon. Az van, hogy a Taranyó bevallotta, hogy mostantól kezdve szerelmes beléd. Valentin napra neked készít ajándékot. Megírt már egy képes lapot is, csak szaros lett. Ezért nem tudta átadni neked. Így engem bízott meg az üzenet felszotálásában, miszerint szeretné, ha vele élnél le az életedet. Jó? Komolyan? Már egy picit. Akkor teljesíted az ő kívánságnak. Igen, és mi a kívánság az öregnek? Kíváncsi arra, hogy te mennyire vagy gavallér. Én nagyon. Nagyon, na figyelj, van nekünk a fasz, barátunk, fogyunk, tudod, a koszos. Igen. Érted? Amit négyszer... Érted, Lali? Értem. Mostan érdekel téged a Tranyó? Megbasznád? Hát de őszintén mondd meg. Meg kellene mutatnod az kicsit. Öregnek, de ezt nem szabad elmondanod az öregnek. De most miért szégyenlősködsz? Micsoda, lemaradtam, bocsánat. Krisztián, kösz szépen! Most a Tranyónak pinálja? Assz a kurva, Dávid, kösz a 2300 milliót! Micsoda van neki? Lali, belemész a részletekbe. Ez a baj. Nagyon szépen köszönöm el! Most a Tranyónak... Tibi a 2-1-ben így jön? Hát nem tudom. Ott már van minden szerintem. Érted? Kocsiló. Hogy a passzom bele? Há! Bele más. Szóval ne... Ott megkaphatsz mindent, amit akarsz, Lalikám. Csak teperni kéne, udvarolni, virágot venni, nyomulni, bazd meg. Érted? Mert látom rajtad, hogy boldog akarsz lenni. Nem? Te dekopírfogú geci. Igen? Nem tetszik. Micsoda? Annyira. És válogatsz? Egy kicsit, hogy lehet, hogy... Válogatsz, Lali? Elmondjam. Nem. Figyelj csak ide. Az első, mikor megeszel egy izét, egy ételt, ott se azt számít, hogy hogy néz ki. De ha pinom, akkor beleszeretsz. Így van ez a Tranyónál is. Érted, Lajosom? Hogy szoptassalak félholtra. Mondjuk, igaz. Ezért mondom. Igen? Enyém lesz a fél királyságot. De ez mi volt? Daenerys, lenyugszol? Tehát Miskolci Daenerys. Milyen királyság? Tessék. Itt a deres, faszom eres. Köszönöm. Figyelj, Giulio, nem szeretném... Laci, kösz a százat, Benjamin a százat, nagyon szépen kösz. És kösz szépen még egyszer a 2235 Dávid. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Szép a hajad. Tényleg? Hát, én nem... Most voltam fodrászlát. Hát, a Spacekért vagy elnézés, geci. Érted? Hát? Te szakállas, torszülött geci. Válaszoljál! Nézd, mi van ott? Mi van ott? Látod, mi van ott? Ez van ott, bazd meg! Ez van ott! Na jó, ide figyelj, most már szétkúrom azt az öreg fényt! Ja, Gyere, nem kell annyira leszedálni, nyugodjál már le. Csudi.
Marcel, kösz a szubot, srácok, ha valakit nem olvastam be, ne haragudjatok, nagyon szépen köszönöm, Dávid, Benjamin, Martin, Peti, kösz szépen a csillagot, nagyon-nagyon szépen kösz, srácok. Hát hatott csak el neked? Köszi szépen. Nem. Köszönöm. Megyek utána! Kösz. Kérdezte. Jó. Ezért most halálának. De figyelj már ide, Jackie Chan. Miért kell ilyen erőszakos? Te normális vagy! Nem oda akartam! Bocsánat! A rák megesz! Kinét akartam! Gungoszkodsz a motoron. Na! Egyből berekedés! Kurva anyádat! Hadd ide a motoromat! Bántó, te koszt ide! Nem téged! Öreg, vigyázz! Lajos, hajtsán el! Hajtsán el! Igen? Hajtsán el innen, de várd meg a Jokert! Ja, gyere! Joker! Jó vagy! Mi a fasz van? Mit történik itt ebben a részben? Megyek utánod! Ez ki múlt? Mi van, bassz, mi akarsz? Joker, meg a Joker! Ide jövök, lebugorok a Jokerhez! De ezt nem hiszem el. Mit csináltál, Juni? Én? Hát ez ütött el az anyja. Juni. No, meg Juni. Ki ütött el, ezt tisztázzuk, jó napot! Mustár ezeredes! Ez a geci stranyó! Bazd meg, a rák miért nem eszi Monkey? A faszom beleverem! El kell kapni! Oda... Fekvésbe... Ez a tranyóval nem bírsz, geci! Háromlábú, kösz szépen! Kérnék egy áldást! Nagy medibe? Állj már le, bazd meg! Sztori? Nem, ez nem sztori, srácok! Azt innen tovább hogy kell? Onnan, hogy hívod a mentőt, bazd meg! Hívd a mentőt, Lali! Elkapjuk! Megkapjuk. Gyere, kínai gyász! Elkapjuk azt a retket. Itt jön vicca, itt jön vicca! Jó majd, Lalik! Ne, meg se kotja, katona dolog, bazd meg! Jó, akkor jó. Ez most de probléma. Jokernek még rosszabb. Hát de hogy néz ki, te giliszta! Mennyi az fújt föl, Lali? Fordul! Figyelj csak, Lajoska! Lenyugszon! Lenyugszon! Készenléti állapotba tegyed magad a hisztérikus rohamjaiddal együtt? Mert rád merek egyet, azt egy hétig fog csörögni, mint egy papírzacskó. Hívd ki a mentőt, hát megmondtam! Hidegvérre kell gondolni! Hidegvérre kell gondolkodni, érted? Pánikolsz itt, mint egy kurva! Kihívtad? Kihívtam... Igen. Azt a Juniban mi leddik? Nézi a hangyák addig! Az anyába, lehet, tudta? Ez a Discovery-nek dolgozik, nézze a hangyákat, hogy hogy mennek. Kukával verekedett. Nem ő nyert. Nem tudom, hogy hogy mikor lesz. Niki, kösz szépen a 100-at, nagyon erős vagy, kösz szépen Gergő, te is. Kösz szépen a 200-as rácok, nagyon erősök vagy, kösz szépen. Az sokféle gratulációs szexeke. Köszönöm szépen. Ide gyöbök a Junihoz. Azt a kurva eget! Jézusom! Pusszulj már innen, nem látod, hogy baleset pro rák egyen meg! Nem látsz a szemedtől? Há? Állj le! Lehajolok a Junihoz, benyúlok a zsebibe. Nem tudom, hogy kell, már nem emlékszem azok. Hogy kellett? Hogy így kell? Hogyan kellett átkutatni? Geci, elfelejtettem. Nagyon aranyos vagy, Bence, és köszönöm szépen! Kösz szépen a szülinapi jó kívánságokat, nagyon aranyosok vagytok, srácok! Meglakik össze az egy dodót! Kösz szépen! Attila a 100-at, Krisztián a szubot, Balázs a szubot, kösz szépen Bence, Ákos, Otto a szubot, mi történik, bazd meg! Jó napot, mi történik? Mentős úr, jöjjön! Lajos, elnézést egy pillanatra, tudnál jönni? Igen. Hogy, nézd meg, mire kell gondolni, hogyha be akarok nyúlni a zsebibe? A Z.
Na jó, akkor menj innen, köszi. Érdekel kokó, kokai. Nem látod, hogy meghalt a barátom, te csöves? Normális vagy, bazd meg a gyászba, ide jössz. Itt van el kokain, kérsz ilyen kokain, te gyász. Pusztulj már innen. Hova lehet, bazd meg? Ja, bazd meg. El akartam lopni mindenét. Lemaradtunk erről. Ezt az erőszakot... Jézusom! Zsombor, kösz a 200-at, Raimund az 50-et, Szabi a 100-at, Norbi a 25-öt. Nagyon szépen kösz! Az igen, Norbi, gratulálok! Micsoda dolgok ezek, kérem szépen! Ide gyöbök a torszülött testéhez. Benyúlok a zsebibe. A születésnapi tort, ezt lehet nekem akartod adni. Jézusom, kigyulladt a kocsi, de eleje kínai! Assza kurva! Hívd a tűzoltókat! Aszta! Gergő, kösz a 25-öt! Reni a 30-at! Zsombor a 200-at! Raimond a 25-öt! Nagyon szépen köszönöm! Kösz szépen! Doktor úr, ne idegesítsen Mápő, hogy azt a torszülött gecit gyógyítsa meg, amikor itt van a barátom! Nem, ez nem így van! Hellónak a passzaban így! Ajjaj! Lali, ne fordulj meg! Hova? Hova ne forduljak, öreg? Éj, ez vissza fog jönni, ha ott áll a rendőr. Itt ment ilyen lassan, nem láttad? Oh. Nézd a seggedet! Be akar hova lappantani, jön? Esküszöm! Nyalta a szája szélét. Jó, seggen. Hát azért ne túlozzunk. A jó, az nem így kezdődik. Nem így kezdődik. Nagyon szépen kösz, háromlábú, kösz szépen. Gergő, kösz a 900-at. Nagyon szépen kösz. Kösz szépen, Gergő. Szuler, kösz a 10-et. Mi a fasz van, gyerekek? Hát nagyon sok vagytok, köszönöm. Nem hölgy, ez egy torszülött. Ez egy torszülött geci. Már meg kellett volna dobni, akkor megszületett. Á, jó beszéd. Jó beszéd a koszpészek. Meg kellett volna dobni a hegyről. Figyelj már, öreg, tudunk beszélni négy szem közt. Mit akarsz, a gyászkereszt? Ez az erőszak tevés után. Na gyere akkor. Most semmi, most tényleg. Mint férfi az úri hölgyel szeretnék veled beszélni. Hát de itt egy, körbenézek, de itt egy kibaszott úri hölgyet se látok. Érted? Aha. Csak egy torszülött gecit. Nem baj, én hagyom neked, hogy így beszélj velem. Meglaki, kösz szépen az egy dudult! Figyelj! Azt szeretném neked elmondani. Ment az áldás és kösz... a Joker, te és közöttem van megállapodás. Én ezt nem bírom tartani, Micsoda? Milyen megállapodás? Hát a megállapodás, amiről csak hárman tudunk. Igen? És mi volt ez? Pontosan emlékeztessé már, légy szíves, mert lehet, hogy egy kicsit elfelejtettem. Hát ugye... Zsombor, kösz a 700-at! El kell, hogy szeressem a Giulio többször is, azért, hogy utána te belém szeress, és a fél király felhozott nekem ott, mivel te egy cigány vajda vagy, és ezért így... Ez igaz. 13. kerületi. Így van. De figyelj csak ide! Ezt nem bírom sajnos. Figyelj, elmondom neked az őszintét, rendben? Emlékszem, mikor megismerkedtünk 56-ba? Igen. Jöttél oda, hogy buziskodnál. Mondtam, hogy semmi buzulás, de ha le akarsz rántani szájjal, akkor oké. De nem lesz semmi kapcsolat meg ilyenek, és mindig le fogom tagadni. Ha kell egy kis langyos a gyomrodba, szóljál, az belerázom a végét. De nem lesz itt semmiféle házasság meg ilyen buziskodás. Nem vagyok buzi, de akkor, te normális de vagy? De akkor mi volt ez a megállapodás? Mivel kapcsolatosan, szia? Hát ez, amit most mondom, hogy el kell hódítsam a Giuliót. Hát ez egy feladat, ez egy quest, érted? Hát jó, csak érted most akkor ez, hogyha én ezt megteszem, akkor utána mi lesz? Akkor utána miért leszek? Megkapod a leakalappal érdemred narancs pokozatát. De hogy nem leszek a tiéd? Mi? Nem hallak most. Nem leszek a tiéd. Ááá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 
Zoli, bazd meg! Te normális vagy, geci? Elnézést! Nem így... Bazd meg! A vesémet leverted! Nem így akartam... Az öreggel mi most éppen egy questről beszélgetünk. Öreg! Szuler, kösz szépen! Bazd meg, kelj már fel! Megy az áldás, testvérem, megy mindenkinek! Mi? De most nekem kell az áldás! Mi öreg? Légy szíves, kussoljál már nagyon, nem látod, hogy szétbasz az ideg? Hogy ezt nem bírom ezt az egész stresszeket, amit rám raksz. Hallod te? Passzupó. Érted, amit mondok? De most akkor ezzel mi lesz ez a hármas szövetséggel? Várjátok már, mert itt valami baj van. Nézem, hogy kicsi zöld a kép. Na figyelj csak ide! Ez egyébként egyszer a jégkirályról hallottál már? Amúgy ott mögöttünk a Giuliót faszoltatja a rendőr, csak mondom. Na és mi van, talán aggódsz érte, szerelmes vagy, vagy mi a faszol? Nem leszarom amúgy. Dehogy nem... Hon? Hon? Mögöttünk, bazd meg. Oh. Bocsi! Tegye fel a kezét, tegye fel a kezét! Tegye fel a kezét! Tegye fel a kezét! Tegye fel a kezét! Elnézést, biztos úr, mi a büdös, retkes, ronyba tekert, román, traktoros kutya paszapoik itt? Na biztos, hogy álljuk meg, hogy mondta? Micsoda? Mit mondott itt a barátom? Azt mondta, hogy álljak meg, mit mondta, hogy én nem ide valósulok ebbe az országba. Nem, mert ő csak ide följár, ez igaz. Én csak ide följár. Kapcsold már a szirénát, légy szíves. Kínai geci. Ez csak azért mondtad, mert cigány a barátom? Nem vagyok indián. Nem vagyok indián. Bár, kösz a 10 millió forintot, nagyon szépen kösz Andris az 50-et, Gergő 49-et, Hunora 25-et. Most a rendőr, mit, elnézés biztos úr, mi a faszomat csinál más maga? Tisztelettel. Na dobjál a fegyveret azonnal. Mi az, hogy azonnal? Micsoda? Bocsánat. Szálljál ki! Szálljál ki! Bocsánat. Mit popázol? Dobd el a fegyvert azonnal, játszott szálljon a passzommal. Mi? Fő vagy keményedben, mint a Tarzan sarka, csihagyd már ki. Ide jövök. Te parész szálljon. Zsebeibe. Uraim, többen vagyunk, mint gondolnák. Lecsatolom az oldalán. Te mindjárt be leszek kerítve. Minden tetőn kommandósok vannak, mesterlövész. Itt van alattam egy mesterlövész, az eldurrad. Nagyon csúnyán fogsz kinézni. Már kösz a 33-at. Csak mondom, hogy most hagyják magukat, tegyék fel a kezüket, és akkor nem lesz. Még egy szó, és meghalsz, esküszöm. Esküszöm. Fogd be a popádat, pakoljad kezsebeidet, köcsög gyerek. Pész, pész, pész. Erígy már, hát egyet perek rád, egy hétig fogsz rezegni. Tedd le a jelvényt, itt a motorráztatőr azt. Gyerünk akkor a becsületbeli ügyé. A koszossal. Nézzük meg akkor. Nézzük. Én vagyok a bíró. Ladies and gentlemen and boys and girls. A red corner on the black human fiatalember on the sheriff person. Ő már remeg, ő már remeg. Gyerünk, Giulio. Visszaszámolom. Sok streamet néz a rendőr, hagytam, hogy legyen önbizalmat. Gyerünk, Giulio. Micsi, állj már le! Nem állsz le! Dick, hát elütött... Ez az Elon Musk-nak a kocsia, hát. Tényleg az. Nem vezet is, senki. Dick, a lebegőt ütött? Hát főhabosodik. Lajos, menj már innen! Szálljál ki! Ajaj. Így az öreg, nem tudsz szaladni. Állj meg! Hozzám egy kocsit, te retkes! Erit ter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 á! Kiütöttem, mint a büdös szar. Jó, gyere belem, légy szíves! Szolgálatba állok a mai naptól kezdve. Elkő kaptunk azt a köcsögöt. Hogy kell szirénálni? Nyomd már meg a gombot! Rakszelik a szombot. Jó, hogy nyomtam. Hát ez hova lett ez a buzi? Elszaladt, vagy mi?
Hello mindenkinek, sziasztok srácok és barátok! Kit keresem? Hát azt a gyereket, aki szemtelenkedett itt az előbb. Érted? Hát én visszamegyek a motorom, én nem vagyok ott. Ne, a Jokert kéne összeszedni. Előli van, aki a kórházat! Ej, re! Érdekel az építőanyag dolog. Srácok, perma megy érte, nincs kedvem tovább magyarázkodni. Pláne nem is lenne miért. Úgyhogy el lett mondva, aki tájékozatlan, nem tudok vele mit csinálni. Nem fogom egy év múlva is ezt hallgatni. Ez biztos. Én nagyon normális voltam, kibaszottul. Úgyhogy ez van, semmilyen lelkismeretlenesem nincsen ezzel kapcsolatban, elmondtam mindent. Úgyhogy... De szerelőt jelölt be, te buta ostoba, ne ajzi. Nem is tartozik senkire, lapozzunk. Köszönöm a figyelmet. Jó napot, ez kórház? Ez kórház? Jó napot. Mert, ez is ilyen keresztó. De a kórház? Jézusom, mi van ebben a városban? Gázolások, gyilkosság és mészárlás. Úristen. Ez azért van, mert a fejeden egy partfis van. Erigy már, tranyó geci. Tedd már magad takarékra. Hol van a Joker? Hát megint mit csináltál vele megint te? Köcsög gyerek. Biztos, a bajt hozod rá. Intenzív. Csak a bajt hozod. Te csöbes. Most nekem magyarázz, hogy köcsög gyerek. Most nekem magyarázz. Neked bazd meg. Rád ismerek egyet. Ne. Nyugodjál le. Fejezzétek már be. Tényleg fejezz már be, te csóró koporsó. Játsszuk le, komolyan mondom. Most már elég ebből a szírusból, én ezt nem tudom elállom tovább. Mit csinálsz? Nézd bele a kukába, ott van neked valami. Hova nézi? Itt találtam a földön, mi a grá... Mit akarsz? Te mit csináltál? Csukoljál össze, mint a zsíros kenyér. Gyere, segítek, öreg. Ne üssél, geci! Mit ő? Ez véletlen volt. Hello, szia! Bocsánat, Johnny. Biztos, doktor úr segítsen már! Hello! Ezt kapsz ki! Hello! Tranyó! Szegény Judy, bazd meg! Én vezetek! Na, és akkor most mehet a karaoke este? Mehet! Hol az öleg? Megvan ez a buzi, aki becólogatott. Ki az? Szia! Szia, geci! Gyere utánunk, kínai! Itt van neki, gyere! Gyere utálunk! Mit csinálok? Bence, kösz a 3-10-et! Nagyon szépen kösz Sanyi a 30-at! A sikátorba menjél te, szopógép! Tranyó, van egy feladatom a számodra! Igen? Figyelj ide! Ha lerántod ezt a gyereket szájjal, addig amíg sírva nem fakad, akkor kapsz valami ajándékot! Jó, benne vagyok! Úgy legyen! Balázs, kösz a százat! Ó, Juni Muni! Hát amúgy igen, Loli, előjött a péltékenység. Menjen már a sikátorba! Nem, csak most hova mész? Keci! Kit ránt le? Te sikátorba bozd meg, most mit idézked? Ez egy sikátor! Te analfabéta, geci! Ez egy park! Nagyobb sikátor. Hát 23 000 izé van itten, kamera meg minden. Ezt a buzit. Vezessek, tranyó! Látom, hogy izé vagy. Le vagy szedálva. Agyilag, baszd meg. Na, az jó volt. Ezt nem is tudom felfogni, hogy mi történik. Kínai. Elakadt a koci. Kínai, figyelj meg. Szállj már ki, te uborka szájú. Hadd beszéljek már veled, hát. Te is kínai, gyere már, beszél kínai. De én nem tudok szeretnék tenni, találunk egy kérdést. Mondjad akkor. Mondjad akkor. Melyik patkánynak van kinyitálva? Ismered a motorosokat? Na melyiknek? Most mi legyen akkor? De melyiknek? Melyiknek? Melyik patkánynak van két lába? Hát mindegyiknek, baszd meg. Nem, ami kiegyenlő.
Melyik a Miklós patkány. Melyik kocsának? Donát kocsa. Mind a kettőnek, te hülye. Az összes kocsának, te. Lajos? Mi a véleményed ezzel kapcsolatosan? Hogyan ítélkeznél? Ezekben a nehéz időkben. Hát, én vagyok. Engem átvertek, öreg. De én amúgy testépítő vagyok. Én ezt már nem bírom, bazd meg. Egyszerűen úgy érzem, bazd meg, hogy mindenkire tartál. Hallajátok-e, he? De ne fogd, ne fogd rövid. Figyeljétek, hogy valaki jöjjön már egy box. Bazd meg. Leleültem, öreg. Láttad? Nem szégyeled magad? Nem szégyeled magad, Lali? Hogy fogsz így aludni, ha te gyilkos vagy? Főjelentelek most, gyerünk, megyünk a rendőrségen, dehogy nem. Hát a ballisztikai szakértő szemem egyből észrevette. Gyere, kínai elvisszett! Vagy a szarod elemet úgy látom. Én innen menekülök. Nem bírom ezt idegileg. Á, most kardiózok egy kicsit, tudod. Jaj! Ne! Öreg, jó vagy? Ez a rákos geci tranyó. Ez csak a bajt hozza rák, Lajos. Érted? Jó vagy, öreg. Ha mit csináltok? Én nem megyek a tranyóval, az biztos kurva élet. De normális vagy, bazd meg, nem tudsz elütöd viselkedni? Elütöd az öreget, tranyó. Van pofád elütni az nem öreget. Tudsz viselkedni? Te torszülött geci. Válaszoljál! Tranyó! Már kiborít idegileg. Kiborít már idegileg, bazd meg, ez a gyökér. Bazd meg, mit válaszoljon, geci? Hogy? Mondom, azt, hogy miért ütött az öreget, ha? Hát nem én vezetem. Miért rájulok el amúgy? Hagyj hallgassam meg, mi szól a járdán? Meghallgattam a járdát. Aztán összeesik. De miért esek össze állandóan? Milyen kemény nő vagyok. Nem tudom miért. Valami elájulok állandóan. Látod, én egy ilyen kemény nő vagyok. Hoppá! És most hogy megyünk tovább? Anyát hátán, Lali. Érted? Anyát hátán! Felfogod, bazd meg! De anyám, hogy viszel minket a... Azért, mert egy púpos teve, geci. Azért. Na, hát nem bírom, betépek, bazd meg. Szóval nem bírom. Juni, tudunk beszélni? Persze. Menjünk. Miért nem szól a zene? Hogyha betépek. Ezt is beszéljük. Szia, öreg! Be vagyok narkózva. Te a Cyberry! Nem hallom a zenéket. Most milyen? Szomorú vagyok emiatt. Norvi, kösz a 9 hónapot. Azt a bűnös kurveget. Jézusom! Bazd meg! Cyber! Mindig a vintestedre kell várni, hogy betold a picsádat. Fogd már be a popádat, te rüpészek! Uccsolj már, tranyó! Rákegyek a picsádat! Jó, de most már én ezt... Hát ezt nem hiszem, ez valami hihetetlen, geci. Ami tényleg. Van nálam RGB kapcsoló. Átadom a... Öreg, figyelj már! Igen, tessék, mi van? Felettem. Sokkal jobban vagyok. Megálltál? Hát most kiszálltam, mert ott kell egy kis friss levegő, Judikám. Ez ebben a nehéz időkben néha színi kell egy kis friss levegőt. Szia! Öreg, te nekem hello. Furi vagy. Men? Men? Hát, hogy így pislogtam egyet és ki voltál szálba. Pislogtál egyet, azt kiszedted a meggyet. Sem volt a kocsi valahogy. Mert egy illúzionista vagyok, bazd meg. A miskolci Dynamo vagyok, érted? A Máté Szalkai Eminem. A... Így van. A nyírlugosi Terminátor. Hol megyünk? A... Szátra! Mind a négyen! Joker, azt akartam mondani, hogy anyát hoz! Micsoda? Ne! Menj már innen, he! Bazd meg, Joker, nincs gumi a keréken. Jó, csak... Hát. Csak nyál a heréken. Nem csak a keréken nincsen gumi, öreg. Hát még még hol nincs? Így most már kis öregek vannak a hatalomban. Faszom van. De figyeld már, a kínai a Giulio nyakából bazeg egy cirkuszi mutatvány.
Há. Szorítsd le őket a faszom. Elnézést. Lök már ki őket, Joker. Judy, ezt itt hagytad. Most mennyi, bám. Vigyázz. Bazd meg. Nagyon veszélyes ez a motorozás, mindig mondtam. Szegény Judy. Én hittem az öregnek. Ja, te van, csak itt nem lehet beszállni. Hát én már kiszállok, nem be. Érted? Várjál, ha hol a város, adakra. Norbi, kösz a 9 hónapot, Laci a 10 hónapot. Megvan! De normális vagy, bazd meg, Joker? Normális vagy? Jó. Szembe sávba jönnek. Állj már meg, bazd meg. Ez felrobban. Geci. Hát, izé diákhitelből volt neki ez a rossz Simpson. Há, híjad hát a bettőt! Igen, a múlt időjele a tébeti volt. Ezt komolyan mondom, kannibálok vagytok, hogy basszalak meg mindnyájatokat. Reg, te kérdezz, mit csinálsz? Mit csinálsz? Én ezt az agressziót én most de ne, nem ne izé alázz meg a barátoknak a testjét. A rohadt öreg, zsíros bajszú, volt szúrd le! Fejű képedet. Már a kurva anyát, bocsánat! A kurva anyát, nagyon! Bazd meg, ez véletlen volt. Megint, ez a második gyilkosságod, megyünk a rendőrségre és feladod magad. Világos? De én nem én öltem. Dehogy nem te voltál! Nem láttad? Gellert kapott ott az oszlopon, a hídon, a pán, visszajött bumerángba, azt feltalálta izét. Tragyót. Lajos, menjél visszak most azonnal. Gyere bele. Nem érdekel, a bűnösök bűnhődjenek. Majd ez ott, ez enyhítő körülmény. Na gyere. Visszak bepel a rendőrségre. Anyukának telefonálok. Nem, Lali, gyilkosok. Nincs kimenőd, nincs kimenő most már. Elég volt. Üljél bepel a kocsiba. Üljél bepel a kocsiba, ne papázzál. 13. kerületi cigánbajdai kötelességem polgárőri igazgatóság vezetésem alatt elkövetett felelőtlenségből oda-vissza nézős, habos-babos, pattintos főpele, alulpelül, véletlen elkövetett gyilkossággal bádullak téged, Prank Lajos Kaszül, csótányos. Nem hiszem el. Szia! Szia, ne arra úgy! Elnézést! Jelleg. Mi a passzomat csinálsz? Add majd ezt a kocsit, hagyd nézzem meg. Sose nem láttam még ilyet. Na gyere Lajos, üljél be fele! Megyünk a rendőrségre és feladod magad. Figyelj, nézed már, he! Szecsuali csirka ott van a sarkon, he! Kínai, figyeld! Ott! Arra! Fejezd be a sípolást, buzi gyerek! Fejezd már, pedig a légtelenítő szelep elszabadult megint. Állj le most már! Megyünk a rendőrségre, Lajos! Lesz mit kimagyarázni. De én nem akarok menni. Jó, beszéljünk arról, hogy miben cigánbajdai kötelezettségednek elegettébe mégis közben barátok vagyunk. Ezért óvadék ellenében hajlandó vagyok elfelejteni ezt a bűncselekményt és téged a törvény kezére bocsátani tiszteletben. Ennek az ára most diák kedvezménnyel 75, azaz 75 ezer dollár plusz áfa, ráfa, cápa és máfa. Érted? Szóval egy 197 ezer. Nálam. Plusz 46 ezer. 196 ezer plusz 46 ezer az összköltség ennek a szemhunyásnak. No. Nagy menübe, krumpliba, ketchupben. Érted? Kérhetem kólával? Hát akkor ez már 200 ezer plusz 46. Szóval Lajosom, össze tudod kaparintani ezt? Hát Lali, most 46 ezer van. Reggel, figyelj már, óvadik ott nem akkoradnak, ha leültetnek és kiakasztatok. Erre! Ez megint ne keverjük a szezon tapaszomba. Érted? Ja, ez nem óvadék, ez zsóvadék. Érted? Szömhunyás illeték, más néven. Tiszteletben. Szóval Lajosom, megálljunk egy fülkéni, fölhívod a mamit, vagy mi lesz? Vagy mész a szajósz a szappani, az a azt a pandamaci beveszi a nagy mandingókat.
Igen? Az a baj, hogy anyukám már egy hete elment eutanáziába nyaralni. Jó, tehát te reméljük ott rohadt nem meg. Nem hallottam. Hát én akkor... nem érsz utána, Lali, ha? Na jó, figyelj ide, Lali. Mert most tényleg, figyelj csak ide, most őszintén megállok, és nagyon komolyan hátra nézek, az arcodba nézek. Figyelj ide, Lajos! Karpiol fülű geci. Igen. Ide adod az 46 000-et, és ezt mint előleg fogjuk kezelni. Világos? Jó. Rendben. De aztán most már összeszedjed magadat, mert most kockára teszem... Mondasz egy számot... Kockára teszem a cigánbajdai rangomat. Ezzel a viselkedéssel. 462. Nőt basztam meg a héten, az még csak hétpő este van. Érted? Lajosom. Szóljál, hogyha sikerült a tranzakció. Átadtam. Köszönöm szépen. Most megmondom őszintén, kicsit lelkiismert kurdalásomat, de nem tudnám elnézni, hogy, hogy át kell adni téged itt a szerbeknek. Érted? Lajcsi majcsi. Értem. Ott repült egy autó. Ott egy repült egy kocsi. Addig az Aladdin, láttátok? A Aladdin volt. Há, csak szőnyek helyett kocsiba ment most. Hát modernizációba. Csillag, kösz szépen a 49-et és az 50-et. Szabina 99-et, Attila 99-et, Kitti a 200-at, nagyon szépen kösz. Tomi a 2 hónapot. Hol megyünk? Hát, ja, már nem tudom, most azon gondolkodok, elugrok a bankba. Nem a rendőrségre? Nem, már nem. Bevinni? Nincs szívem. Nincs szívem. Igaz, nem tudod fizetni sajnos semmit a Lali, de megesett rajta a szívem most. Adta 40. Mondom, nem tudod fizetni! Jó. Megint rágalmaz elsőbe vigyelek? Figyelj csak ide, Lali. Nem. Van erről valami papír, hogy mit te adtál nekem bármit is? Nincs, de írhatunk. Az baj. Hát, akkor nem is adtál semmit. Érted? De adtam. De ki látta? Én. Hát az kit érdekel? Az nagyon kevés. Ja. Semmilyen pénzt nem adott nekem. Nem adott, én se láttam, Lalikám, mert mire akarsz papírt írni? Arra, hogy nem adtál semmit, mit ígetsz, ha kurva anyádat eltakarod színen? Na, hogy tényleg nem adtál, passzopó. Hol a pénz? Hol a pénz? Ott. Mikor? 46 000? Igen. Hogyan? Átadtam a bőröntbe. Lali, 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 Lali. Lali. Most akárhogy nézem, 26 000 van a zsebembe. De hát kutass már egy kicsit. Hallott, hát mit csinál? Amúgy te nem tudsz vezetni. Te mit csinálsz? De hogy vagy ekkora fogyatékos volt? Jó napot kívánok, tisztelettel! Nyugalom, uraim, nyugalom! Nyugodjunk meg! Nyugodjunk meg! Gyerekkel vagyok! Nyugodj, nyugalom! Állj már le, Dilo! Állj már le! Nyugodjatok már le! Mi le? Mire kéne kárt kifizetni? Várjatok már egy kicsit! Hagyosom már szőhoz, szegény öregembe! Te copfos kutya! Mi? Te kinek beszéltél? Te drogi! Hát, ez hihetetlen, bassz meg! Ez hihetetlen! Na, Ádik össze a 100-at! Nagyon aranyos, hogy köszönöm, Balázs az 50-et, Laci a 200-at. Ezt az erőszakot már nem bírom elviselni. Lajos, hívd ki a rendőrséget. Figyelj, öreg, én a testemen el, és megvédelek téged. Hívom, hívom. Minden elő, jó, öreg? Nagyon szépen. Ha kell, a golyó elé ugrok. Ha kell, lekapom szájon a golyó. Azt tudom. Téged lekaplak szájon. Engem ne. Öreg. Igen? Most szóri nézem, kicsit itt puposodik valami. Ki hívta? Ezt mondom, hogy ki kéne. Tranyó, nem látod, bazd meg, hogy gyilkosok vannak az utcán? Te meg csak szopnál! Állj már le! Rákegyek ezt a hólyagos fejedet! Nem látod, bazd meg? Mi történik itt a városban? Gyertek, hozzuk az ideig. Azért nincs a ajtó. Most jöttem ide. Tranyó, a rákegyem már meg! Faszom beleberem. Figyelj, öreg, nézd! 0 kilométeres használod. Állj már lett a köcsög! Nagy nézed, már meg belelugom a izé, Szergény. Ja, izé, nem működik benne, hiába nézed. Ez miért nem megy ez a brigyó? Dehogy az a kosmat. Öreg!
vagy, mint egy szöcske öreg, úgy pattogsz. Öreg az a ke- ó, öreg az a kettő azt mondta, hogy ki fog kloppolni téged ott. Melyik hát? Az a kettő, és hoppok. Hello mindenkinek. Ott futtak az úton. Ez itt, ez az egyik, meg a haverja. Szia, jó napot! Ő volt, ő mit hallgatok? Tiszteletem, jó napot kívánok! Jó napot! És van bizonyítékuk erre, hogy megkísérhet a dolgokat? Van bizonyítékuk! Nézzen ide! Ahogy ne lenne, ott van, ott a bizonyíték! Jézusom! Úristen, gyilkosság! Lehet volt, nem? Gyilkosság a kapuknál! De láttam, hogy a Lamborghini is volt! Figyeljetek már ide, bajszos gecik! Minek csináljátok itt a feszültséget? Ha? Mondjátok már el! Belém köt! Válaszoljon a kérdésre, mert táskásra verem azt a retkes szutykos fejedet, buzivíz. Mondjad akkor, kombócartó. Mit kell itt puffogni állatom? Jaj, úrja, jön csak kicsit ide. Tedd fel a kezed! Ííí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 í Az öltönyös hívtam, de maga is jó lesz, tehát mi történt? Be tudnál? Persze, elmondom mi van. Jöttek a ladával ez a két bajszos buzi. Elnézést, uram, magammal beszéltem. Elájult, biztos, uram, Isten elájult. Hát akkor hívjanak neki mentőt, nem tudom, Isten ezzik el. Szóval ide jött, ez a két buzi. Érti? Azt mondják, hogy szeretnének ilyen békony bajuszt, körcakállat. Mondom, jó, beragasztózom a faszomat, azt bedugtam nekik, ott is lett a bajusz. És mint elégedetlen vásárlóként elkezdtek lázadni, érti? A hajón. Azt elkezdtek itt verekedni, meg szurkálódni. Ez a borsodi stílus. Rendben, biztos úr, megyünk. És erről van számlája, hogy maga ilyen szolgáltatás. Hogy ne lenne, természetesen. Számla több minden. Katás vállalkozó vagyok, hogy a faszomban ne lenne. Öreg, mondjad, hogy non-profit a Kft. És nem kérszerte. Terminátor 3 Kft. Az a neve neki. Mi ezoterikus tevékenység. Nem is ellenőrizném, ha nem bánt. Semmi baj, semmi baj, nyugodtan. Szellemírtás. Dimenziókapunyítás. Jövendőmondás. Terminátor Kft. A gépek lázadása. Megvan? Írom, de a gépek lázadásáért is az, aki ne írjam. Így van. Írom is. Így van. Született. És a székhely pedig... Egyedülre a rendszer nem adott még ki semmit. Azért nem írtam a székhelyet. A székhely, Silent Hill... Igen. Mateszowski utca 4. Az ott van Deres és Eres között. A Jégkirállyal is pacsiba vagyok. Mutka együtt cigisztünk. Érti? Nem akarom lerombolni az úrnak az életkedvét, de ilyen cég nincs bejegyezve a városban. Dékem, mert milyen izét nézed te? A Silent Hill az nem az, amikor így harangoznak? Ne, amint én anyádban ugyanúgy harangoztak. Esküszöm. Szóval... Nem, mint bennem. Most komolyan van a... Jó napot biztos, meg kéne oldjuk. Elviszem a balhét. De figyeljen már ide, maga járt az iskolába? Maga kapott szót amúgy. Nyertem volt kettesből. Már az öreg úr beszélt. Mert rosszul írta le szerintem. Hát ott van a izébe. Cégjegyzék szám minden van. Érti. Van benne bármilyen különleges karakter, amit jó napot biztos úr. Persze van. Alsó oldal kukac. Jó napot kívánok uram. Kacsacsőr jobbra. Három kisebb, mint négy. Várjon, ez valami talál, álljon még. Már egy picit, mindjárt idehozom a bélyegzőt. Mert ezt már nem bírom idegileg, bassz. Egy már ide a szartarepjáróttal, le! Elnézést. Ide tettem el a kalaptartóba. Vagy mi a kesztyűtartó? Ott van öreg, igaz? Biztos úr! Itt van, itt a bélyegző, el! Nézze meg! Itt van! Ez a bélyegző, a kurva anyádat! Nézd meg, már komolyan mondom, hazudni se lehet ebben a számítástechnikai világban. Egyből mindent ellenőriz, a rákegyek a gyomrát neki. Faszom. Zoli, kösz az egy hónapot szükségtet. Tudja, geci. Egy jön, az biztos. Van benne üzemanyag? Van. Bele vagyok? Akkor baj nem lehet. Lehűjtöm már az ujjam addig. Merről fúj a szén? Aha. Mi legyen? Kilőjem őket a faszomba? Hát most visszanéztem a visszapillantóba, de sehol senki. Nem, szerintem lemaradtak, mint a borra való. Fordulj meg itt.
nincs már repedés. Jó napot, nem tudja merre van a dohámból. Elnézést! Jó, félre állunk! Húzod. Jó, rendben. Keresek egy szabad parkolót! Elnézést, már húzódunk is félre! Mindjárt lehúzódunk! Ezt a pancser gecit. Bence, kösz a 34-et, nagyon aranyos, hogy köszönöm, Dani. Neked is Bence, másik Bence, Lehel, Márk, Ádám, Balázs, Laci, kösz szépen. Azt tudod, mit figyeltem meg, Joker? Na igen, mondjad. Most nem, most kettesben vagyunk, jó, hogy nem hallja senki. Állandóan peszex. Nem igaz, mert én már hatosba raktam. Peszex? Há. Dig boxolod a levegőt, meg ilyenek, azt az albérlet meg nincs kifizetve, há. De nem se albérletben lakunk. Hát most az mindegy, nem ez a lényeg, érted? Állandóan vagánkodol. Aha. Vagánkodol, játszod a lyukadat, meg minden. Azt a villanyt meg izé kampóval szedik az oszlopról. Érted? Mi van? Baszni akarsz, öreg vagy mi? Nem, most komolyan kérdezel már, hogy ezt miért csinálod ezt? Fölidegesítesz az... Hát megmondom őszintén, a Lajos mondta. Mert lemegyek, most az lesz, hogy most lerázzuk ezt a rendőrt. Érzem, hogy egy kicsit így el vagyok páradba, tudod? Be vagyok lustóba. Mondottam, hogy papucsozhatnánk egy kicsit. Mint a Benyigébe, tudod? Elnézést! Ne csinálja már ezt! Erőszak! Valaki írta, hogy van barátnője. Ajaj. Valakinek, de közben leveszi valaki szájjal. Nem tudom elolvasni a teljes kommentet. Van egy nagyon régi klasszikus, amit most engedelmed, de... Hát se dicsérsz, hogy milyen szépen vezetem. Mostanában egyébként akartam. Kell ez a másik autó? Minden nőre vigyázzanak, mert mindegyik egy telebaszott bezárt kurva. Mindegyik. Hát nincs kivétel. Minden nőre vigyázzanak. Mert... A Lali az miket mondott még rólam? Azt mondja, hogy izé, mindig puposkodóan. Érted? Mit csinálok? Puposkodóan. Azt mondja, hogy izé, a kínaiból veszed a nagy Gucci cipőket, meg mindent. Azt fűzet meg nem adnak hozzá, meg hogy... Nincs is pénzem, hogyan mennék? Ne szondja! Á, most én ezt továbbadom, érted? Mi van, nem jött neki? Az nem a Lali volt, aki fűzött? Belőttél? Én nem lövök, hát Dick miben? Elnézést! Elnézést, akkor rákegyem meg! Hallod, mentsél már meg! Jó napot! Elnézést! Te zasztabás geci! Teszkos B Turbo, mit csinálsz?! Te miért lövöd le egyből szegényt? Nem én voltam, azok ott a terepjárunkban. Akkor jelentsük föl gyilkosságért. Jó Isten! Dév Lali! Na majd ezt tudom. Anikó, kösz a 90-re! Mi? Giulio, nekem jössz el! Kap már! Szóval... Évesz, kösz szépen az egy dollárt, nagyon szépen kösz. Ne, kit lőjek? Esztet? Hát nem tudom, lehet. Ez a Judy volt, már meg picit. Kösz szépen, Évesz! Jó, kocsitok van. Nagyon boldog szülinapot, aranyos, hogy kösz szépen. Lesz szülinapi, hát nem szülinapi stream, ez... Minden nap van stream. Illetve péntek szombat nélkül, de szóval most is lesz. Úgyhogy kösz szépen! Most miért lőttétek ki a kerekünket? Nem mi voltunk! Elnézést, tisztelettel! Jó napot kívánok! Boborján! Tiszteletem! Egy kis segítségre lenne szükség ezekben a nehéz időkben. Lemerült az akkumulátor, be kell bikázni. Tudna segíteni ebben kapcsolatosan? Jó napot! Tényleg? Nagyon jó.
segíteni, talán. Álljunk arrébb, se felünk ki. Azt figyelj már, ilyen izét, ilyen nagy ilyen biboldó sapkádnik, ez mi az a mókus van a fejeden? Hol lehet ilyet venni? Tiszta vagány. Ez bénész a bódosat. Felénk a sapkád. Be lehet bikázni ezt? Tehát ennek hol az akkumulátor sarulja? Oda tudná állni, úgyhogy odaérjen az izé? Mert csak másfél méteres a bika kábel. Oké, de akkor lehet. És már kell kicsit. Nem, mert ez ellopja az a kurva. Nem bíznék benne. Majd én, Bizzeblám. Bizzeblám majd én. Szállj már ki a kocsiból, most komolyan mondom. Amúgy az jól néz ki ez a Berna. Szálljál ki a kocsiból. De miért akarod ellopni? Nincs ki, bozd meg, nincs ki, geci. Tranyó, nyugodjál már le. Hídrendőrséget hallod? Ellopták a kocsidat. Soha nem láttam ezt az embert. Kocsi lopás. Hát... Jó van. Tranyó, te... Meg vagy... Direkt! Bolond. Gyerünk innen a passzomba. Meg leszel baszva a retkes geci. Mondjuk annak örülni. Te pusztulat. Hát nem tudom. Raymond, kösz szépen! Át geci? Nem tudom, milyen jó tanácsot lehet mondani ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy állj meg a kulát. Álljatok félre, bozd meg! Álljatok félre! Azt mondta, félre, mikor... Álljatok félre! Rányok, duguljál a kurvanatba! Álljatok félre! De most kiálljon félre! Rányok, nem állsz le egyébként, ha? Már nagyon kezd sok lenni belőletek. Itt van ebbe, ülj bele, jó, azt forradjál. De nem, ez nem megcsinálja, bozd meg, nem mondj neki ilyet. Te azt akarja elérni. Nagyon szépen kösz, Ébesz! Anyád! Igeci. Horuszed, a Berkiéktél lehet nézni a szülést 1500-ig? Azért az már... Ott az már az igen. Állj meg Joker, ott a szúnyog a melyet, nem? Émesz, kösz szépen az egy dödöl. Lecsaptam, he! Kösz szépen. Nagy kövér szúnyog volt. Na, akkor nem a Jokert csaptad le? Na, hozok már valami jó verdel, ez nem bírom. Nem bírom ezt az erőszakot. Nem tudok a zsebedbe. Nem is tudom, milyen kocsaim vannak itt. Ez mi? Figyelj, öreg! Ha most elmész, akkor közöttünk mindennek vége! Gyerek, micsoda elnézést, nem hallottalak! Mit mondasz? Szóval azt akartam mondani... Igen? Ha most elmész, akkor közöttünk mindennek vége! Ne mondd már! Elnézést, megjegyeztem. Viszlát akkor. Viszlát. Oroszent, kösz szépen. Kösz szépen, amúgy mindenkinek. Nem kéne CK-t Ragyónak. Bírom egyébként. Anyád, ez a merga, ez nagyon pacek. Szia! Gyere, Racse! Tudod, mint ez egyik zenében van. Végén elmegyek majd balra. Zoli, kösz szépen az 5 hónapot. Na most az előbb megsajnáltam itt a gyereket, valószínűleg szerelmi bánat van, igaz? És a gágyi összeállt valakiben. Ez nagyon csúgya dolog, és sajnálom, haver. De erre nincs jó tanács. Taktika van rá, de nem tudok erről nyilatkozni. Egy shake streambe írjál, és akkor elmondom a stratégiát. Rendben. Nekem elegem van, én elköltözök öreg. Hova mensz? Rendben. Én is. Elköltözök. Hát megyek a faszomba, geci. A Lali állandóan szexuálisan akar zaklatni. Öreg. A kapcsolatunk kezemmel vége. Csak mondom. Na végre. Jó van, Tranyó, jó van. Szobd le magad. Szobd le te magadat, te gombás faszú öreg geci. Jó van, mégis jól laktál, rákegyem meg. Te faszopó, bazd meg.
Istenem. Krisztián, kösz az 50-et. Hát ez elég meredek, de ki vagyok én, hogy ítélkezzek, hát mindenki azt árulja, amit szeret. Nekem mindegy. Mi a faszomat csinálnak ezek? Elnézést, biztos urak! Ki kéne hívni? Jó vannak, tiszteletem! Jó vannak, biztos urak! A nyugdíj alapod oda, köcsög, megtalálok! Meg. Melyik volt az? Elnézést. Jó napot, tiszteletem! Elnézést! Jó volt ez, úristen! Jó vannak, jó vannak! Nem vagyunk jobb! Várjon már, nekem magának úristen. Nincsen teste, ez csoda! Kinek? Már van teste. Nekem? Hát, mert egy testnevelő vagyok egyébként, azért van. Jól vannak amúgy, nem, minden rendben. Nem tudom, hogy nem látták, hogy mi történt? Hova tűnt a izé abban? Én láttam, nagyon jól láttam. Akkor... Annyi autó jött, mint egy szarvas csorda. De akkor eljárás kell indítani. Ezekben a nehéz időkben. Jogosítványom van. Persze. Akkor utassam át. Nekem nincs a jogsia amúgy, és hamis van, ha van nálam. Azonnal. Kérdés nélkül szálljon ki a társadalmat. Hamis jogosítványa van egyébként a fekete úriembernek. Mindig azt mutatja, tegnap elmondta nekem, hogy hogyan szokta átverni a rendőri szerveket is. De biztos, hogy ez mondjuk igaz. Akkor ki kéne szállni, uram? De jöjjön ide, azt odaadom a jogosítványa, hogy nézze meg. Hát de hogyha fekete, akkor most miért mondja ezt? Hát fekete. Színes bőrű, kérem szépen, 2021-et írt. Azt negró tettél már? Ettél már negró? Mi a becsületes neve? Hát mi az? Engem? Hát cukorka, nem ismered? Brit Geger. Micsoda? Van hát? Olyan cukorka, hogy negró? Hogyne. Ez a neve? Elnézést kell. De most ha ránézel a szemeddel. Itt kell valami segítség bele. Kire kell ránézik a szemeddel? Abbala. Akkor az milyen színű? Köszönjük szépen. Színes bőrű. Nem. Na várjunk. Nem fogom az F betűs szót mondani. Mint a szar. A fasz? A fodrász? A pésű? Nem, elnézést, a szín. Igen? Cukkával mindegen? Parancsolja. Miben? Cukkával mindegen? De attól is elkérném, hogy szembe merem. Milyen? Maga kívül mindenkitől, akitől merem szembe. Biztos úr! Nem maga mondja már, hogy mit csináljunk. Kérem szépen, színes bőrű, maradjál csendbe. Most akkor az fekete vagy színes bőrű? És hagyta magát. Üljön vissza a kocsiába, hogy mi tudjuk, mit csinálunk. Én üljek vissza? De még egyszer nagy ellenőrzés. Én izé vagyok, szemtanú. Szem és fültanú. Réka, köszönöm a 20 dollár! Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen! Színes bőrnek nézd át a ruházatát, nézd meg! Ne olvasd be! Rostás Giulio! Aranyos vagy, köszönöm szépen! Nagyon aranyos vagy! Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen! Kösz szépen Réka! A többiek nevében is nagyon szépen köszönöm a támogatásodat is! Nagyon szépen kösz! Kurva. Hallod ázsiai? Azt a gyufapejű gecit... Pont akartam mondani, hogy le kell szúrni a gecibe minden malacot. Utána megyek. Érted? De ne az én kocsimban megy már utána, baszd meg! Hát de ha beülök abban, tudták, hogy én voltam. Jó van, szobd le magad akkor, vigyed akkor. Réka, köszönöm szépen a 20 dolót, nagyon szépen köszönöm. Nagy izék vannak itt, donáció, rekordációk. Már ívója! A lájkot nyomjuk már meg. Szia, jó éjszakát, Giulio! Baszik, ne kelljen már könyörögni. Nyomjuk már meg a jó lájkokat! Besegítjük a rendőri szervezetet. Rendesek vagyunk. Elő kell menni a izét akkor. A polgárőr autót. Szuler, köszönöm szépen az 5 dolót. Há nem kell. Azt a... De a jogosítványodat azt elég kéne. De nem van. Hát azt nem tudom, oké, hogy van, de hogy lett. De kicsúsztam. Bazzeg, a te jogosítvány olyan, mint az univerzum. Sehogy senki sem tudja, hogy született, bazd meg. Érted? Hello, szia, ne haragudj! Szávasz, te van! Tiszteletem, jó napot! Csak szerettem volna szólni neked. Jó van. Figyelj! Gyere, cseréljük ki, van nálam kulcs, gyere! Jó van, megyek.
Adj már kölcsön egy cigit, van egy ezreset? Ne haragudj már! Most dobáltam ki a cigit, de ezret sem ott van talán. Adj már kölcsön, mert most képzeld el, mi történt. Ott látod? Na, semmi. Jobb hátsó lyukas, mert annyi hiányzik, kipogy a üzemanyag mindjárt. Tudsz kölcsön adni egy izét? Egy nagyon adok kis pészt. Mindjárt. Dénes, köszönöm 99-et, Krisztián, köszönöm szépen az 50-et. Miron az 50-et, köszönöm szépen mindenkinek. Mi a szerencse számod? 462. Az figyelj már, kösz, az nagyon jó. Az figyelj már, ki van zöldűből a szakállad, de penészedik, vagy így mi van, a geci? Így van. Kint akok a híd alatt, városon kívül. Jó megy a passzodnak, azt ilyen kocsiban jársz. Várj, többen mindjárt jövök. Figyelj csak, amíg beszélgetsz az öreg. Meg akarom nézni, hogy van-e valami új verda. Oliver, kösz az 50-et! Nagyon szépen kösz a boldog születésnapozásokat! Köszönöm szépen, srácok! Hogy kell itt már? Elfelejtettem, vagy megváltozott? Hogy kell itt kocsit venni? Vagy hol a checkpoint? Vagy nincs? Vagy mi történik? De ki járt itt? Hát ettől most nem lettünk okosabbak. Öreg, jó vagy? De figyelj már, most direkt mész át rajt? Öld meg! Még egyszer elüti az ember. Hát... Vegye fel a kezét, legye fel azonnal. Gergő, kösz szépen az 50-et. Nem ütünk el, öreg ember, kolléga, menj már! Rami, kösz szépen! Nagyon szépen, kösz az 50-et! Kolléga, légy szépen! Zajlik az élet, baszik! Zoli, kösz a 140-eset! Áj, baszik! Gyilkosság! Ennyi volt már a Hellosia! Geci. Menj már innen el, légy szület kollégája. Menj már innen. Faszul lett a kollégája. Krisztián, köszön 106, mi a fasz történik itt, geci? Megnézem az úrnak, van-e púzusa? Hopp, van púzusa. Látom. Majd megoldom, köszön szépen. Ezt a sok merebet, bazd meg. Szó kell el, kollégája. Mindjárt jövök, srácok, egy pillanat, addig tudjátok nézni az MG-s geciket. Oké, egy pillanat. Én meghalt a veres hagyma. Nem halt. Mindjárt jövök. Ja, hogy... Aha. Hello mindenkinek. Igaz, barát! Szia, hello. Aztán gyűjtünk. Kösz szépen, Krisztián, amúgy. Neked is a százat. Mentőszolgálat. Milyen mentőszolgálat? Ne, zsidó barátim, ne lőj, nyugi, jött velünk van, oké, ez nem problém. Nézd már, itt valaki megsebesült, de rohadt büdös van itt mellettünk. Így, de büdös ez az ember. Valami, nem lehetne letakarni valamivel? A geci is biboldó. Váljunk kicsit arrébb, vagy két valamivel? Menjünk arrébb, mert nagyon rosszul érzem magam. Szexuális ragadozó, mi? Ennek valami parfümöt, egy hukó bosszok, valami nincs alatt. Boldog szülapot, nagyon sok vagytok, köszönöm szépen, srácok. Holnap van egyébként, de nem tudom elégszer megköszönni egyébként nektek, úgyhogy köszönöm szépen, meg mindenkinek. Értelek, értettem. Tudod, kimentette meg a kis bulkeszodat? Aha, erre akartuk kiukadni. Minden tiszteltem a tény akkor. Kösz szépen mindenkinek. A faszom. Ilyenkor a studeszből megy a stream! Jó, otthon intézzük. Honnan a faszomból menne? Ákos, kösz szépen a 100-at! Krisztián a 145-öt, nagyon szépen kösz! Kösz szépen mindenkinek! Jó, akkor csak tudod, nagyon jó, hogy én ezt behajtom. Akkor ilyen van. A júdei népprontam, itt fognak peszengedni majd mindjárt. Ne aggódjan. Engem! Különben az emberei megtalálnak.
de nekem nincs, is vannak emberei. Nincs itt egy orvos szerintetek? Zoli, kösz szépen a 333-at. Megvédelek, fater. Hány éves leszek? 17. Nem is látszik, mi? Csak stresszes az élet. Nem is feled. Na jobban, mert ne játszod, mert itt magadat magad. A zsidókkal nem érdemes úgyat tudni, hogy barátok kell, hogy legyenek, friend, mert hát ők itt a legkeményebbek valaha, oké? Okay? Aha. Friend? Super, super. Friend? Figyelj, azt is lehozzák, amit mi nem. 5v1-et simán, oké? Okay? Ezt a kurva élet. Mi ez a biboldó szag itt? Ez még él! Jézusom, pedig olyan büdös, mint ha meghalt volna. Kajakutás, bazeg. Csá, geci! Szevasszok, mi a helyzet? Jól vagy öreg, jól vagy öreg. Csá, geci! Büdös vagy, baszki, sorry. Na pusztuljatok az utamból, mert szétbaszom a levegőt. Mondtam már neked. Mi van bele, te? Itt van az olimpiai úszócsapat is. Mi a helyzet? Hát ő legalább szeret küldeni. Eszitek még a messzet, geci? Várjatok, mindjárt jövök egy pillanat. Hát, ugye már a papnat jól lenne, nem lopnád el. Micsoda? Nem jössz vissza, sorry. Nem volt szerint. Láttam, hogy a papnat visszatudottam. Hogy kell? Hogy kell innen kimenni, bazd meg? Menjetek a dolgotokra, nekünk is van meg is. Jó, klintet, gyertek komáim, menjünk mi is. Legyen vendégem, vagy egy kávéra, Potter. Bázzag, itt lövöldözés van és halál. Ez élő? Igen, ez teljesen élő. Melyik borra? Ja. Szia, geci! Szia, öle. Ja, ez meg két szóda. Akarod már kulva a márba. Jöleg! Itt vannak a zsidók. Hello! Láttam, menjünk a gecibe. Úristen, mi történt itt? A vállalkozónak. Eljárok az alvilágba! Ebből búcsú lesz, srácok. Itt a vége a streamnek. Képzeljétek már. Úristen! Sziasztok, hello! Szia, Rekko, hogy vagy? Hát most azon gondolkodtam, képzeld el. Lajoska. Elképzelted? Nagyon erősen. Nagyon jó képzelő erőd van neked amúgy. Most megyek, ledőlök a passzomba, oké? Okay? Aha. Jó van, sziallek. Ennyi jó, kínai. Szia, hello, szia kínai. Szeretlek. Várj, öreg. Szeretlek, öreg. Igen. Várj. Szia, Lajoska. Szia, Lajos. Szia! De én akartam! Szia! Hát nem hiába nyomom meg, bazd meg! Így hát! Az igen! Látok, de jó, te sportember vagy! Te sportember vagy! Ha? Na szia, öreg! Na szevasszok, geci! Nem is tudom szeretőre! Öreg! Mondom, szevasszunk, geci! Hát de... Tessék, Zsuni! Köszi! Istenem! Igen? Ugye, ma, gyere, már kiron ott van. Na. Hova menjek? Igen? Öreg? Igen? Terhes vagy? Én, ma nem. Oh, ez már kiárt! Ez megérdemelted! El vagy gyengülve, Joker! El vagy gyengülve! Én csak ezt akartam adni neked! Nem neked, neked! Na jó, van, állj már le, mit peregszen, kínai? Lali! Ne lőj le, Lali!
Rárakod a kezedet az öregre. Leszophatsz, oké? Okay? Megengedem. Jó. Jó éjszakát. Ne. Állj le! Mi, engem miért? Engem lősz le? Megérdemelted? Látod, hülye gyerek, nem is arra ültök, akkor is kipekszöl. Istenem. Mi történt? Nem is láttam. Egyszerre. Na. Gyere csak ide kínai, hát mondjak hey. Valamit neked. Mondom. Nem, mit ütsz? Álljatok már le, bazd meg. Na jól van, mentem. Sziasztok, hello. Ez borzalmas, ami itt történt a mai napon. Elgázoltak, ordított a gyerek, beszartam. Na, srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk. Nem tudom, mikor. A fasz tudja. Lehet, hogy délután is lesz stream amúgy. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg köszöntő üzenetet, meg a subgifteket, lájkokat, donétet, mindent. Úgyhogy nagyon szépen kösz mindenkinek. Szipi-szopi, fiszi-faszi, csá mindenkinek, és hello, sziasztok, hello.